itt vagyunk most a Percelmór utcában, és erre a lenti területen az Alkotmány utca, ezzel párhuzamos, és lent a Mikes utca, és a kettőt összekötő kis utca az Attila utca. Tehát itt a Mikes utcában a 36-os, 38-as házszám előtt lesz egy lezárás. Kozma Anikom, a Bonyhádi Önkormányzat műszaki osztályának vezetője, a csapadékvíz elvezetési munkák miatti útlezárásokat mutatja. Több mint 206 millió forintból oldják meg Bonyhádon a nagy esőzések alkalmával évek óta gondot okozó lezúduló csapadékmennyiség elvezetését. Emiatt félpályás lezárásokra, elterelésre számíthatnak majd az autósok, február 4-én kezdődnek a kivitelezési munkák. Egy zárt csapadékvíz elvezető rendszer épül, itt láthatjuk is az 1 méter átmérőjű csőelemeket, amelyek kerülnek beépítésre. Itt a Percel utcától kezdődik a vezetékrendszernek a lefektetése, és ez csatlakozik be egészen a Völcsékpatakig. Ott előtte van egy szakaszunk, ami egy meglévő csapadékvíz elvezető rendszer nyíltárkos, az is felújításra fog kerülni. A csapadékvíz rendezés keretében a már meglévő sankoló vízgyűjtőt megnagyobbítják, amihez csatlakozik majd egy új záportározó. Ennek a kiviteli munkálatai folyamatban vannak. Ha a sankolótól megtelik, egy billenő műtárgy biztosítja majd, hogy a víz a csatlakozó záportározóba folyjon. A városban a kivitelezés első szakasza, mely az autós forgalmat is érinti, a tervek szerint 2 hétig tart majd. A lezárásokról informálódni lehet Bonyhád város önkormányzatának honlapján.